StarCraft 2. Kérem szépen, itt a bolt, és akkor kérem szépen a első adagot anyát, már megy is be. Most éjféltől lehet megvásárolni a StarCraft 2 stratégiai játékot. A Mamut 2-ben voltunk eddig, ahol csak lézengés volt, de most átmegyünk az Allébe, ahol abban reménykedünk, hogy fanatikusok százai várják örjöngve az új játék megjelenését. A StarCraft első részében három faj esett egymásnak az űrben. Bemutattam a három fajt, ők az emberek, ilyen tipikus kemény fiúk, űrjárdisták, tengerészgyalogosok, ők a protoszok. Ők a úgynevezett nemes faj, tehát fejlettebb technológiájuk, mint az emberek. Ők pedig a zergek. Zerg, protosz vagy Terran? Zerg, protosz. Hát inkább protosz. Protosz. Random. Én protosszal szoktam játszani. Én sokban zergel. És ők hárman harcoltak bolygókon, űrben, valós időben. Nagyon hangulatos játék volt ez, nagyon szórakoztató, jó ki volt, egyensúlyozva a három faj, és 12 éve várunk arra, hogy megjelenjen a második rész. A lényeg az egésznek az, hogy éjfék volt természetesen nyitunk, eddig kb. 500 ember váltott jegyet, úgyhogy úgy néz ki, hogy 500 StarCraftot el is fogunk adni. Vetélkedők vannak, tombola van, ki lehetett hívni az ország egyik legjobb StarCraftosát, ha aki megverte, az nyert egy limited edition, nem verte meg senki, mondjuk erre számítottunk. Jó játékos vagy? Tehetséges vagy? Of course. És te milyen játékos? Én inkább csak RPG-t szoktam játszani. PS-en szoktam még néha Mortal Kombatozni, ez a stratégiai játékhoz annyira nem értek, nincs ahhoz túl sok agyam. Milyenek a többi játékhoz képest ebben a magyar játékosok? Világszinten nem tudunk előrelépni, lévén a koreaiak ott vannak, és a koreaiak mindig is ott lesznek. Tehát itt a koreai, mennyiszer bármi világbajnokság, az első három mindig koreai. Nem tudsz velük mit kezdeni. Ezzel most őszintén szóval nem meg úgy szó akarok lenni, de céljén közé tartozik, hogy most egy országos bajnokságot nyerjek ezzel. Úgyhogy most sokat fogok vele játszani. Az elején azért szoktam így össze-vissza kattingatni, meg a profik is azért szoktak így össze-vissza kattingatni, hogy később, amikor majd kelleni fog a gyorsaság, akkor ne akkor kelljen felgyorsulni, hanem akár vissza lehessen lassulni. Mitől lett legendás ez a játék? Hát valószínűleg azért, mert egész Korea ráizgult, és aztán ez így elterjedt internetszerte, hogy ez egy mennyire jó dolog, és aztán már mindenki megvette. De igazából nagyon jó volt, tehát 12 év jelent meg, amikor a játékok igazából a sztorit tekintetében azon túl nem nagyon mentek, hogy öld meg a rohadt gonoszokat. Itt ugye nem voltak egyértelmű gonoszok, bár mondjuk az ergeket olyan sokan nem hiszem, hogy szerették. Aztán a sztori volt az, ami így elvitt és kiemelte a társai közül. Itt voltak hősök, akikkel azonosulni lehetett? Voltak hősök, akikkel azonosulni lehetett, igen. Te játszottál ezzel a játékkal, Staki? Játszottam, bazd meg, én most dolgozom. Most kérdezhetnék én is ilyeneket, hogy miért hívtál vissza. De miért nem fogytál le? Ezt vágjuk ki. Mióta játszol? 8 éves korom óta. Versenyre is voltál már? Nem. Nem merek elmenni, mindig lenéznek a fiúk. Szia, egy nevet mondanál-e nekünk? Laura. Most is már kb. Az ötödik csávó szólt, hogy minek vagy itt, szóval. És mit szólsz vissza ilyen? Hát, azt, hogy lúzer vagy valami, tehát most... Mert a bobosok azok elég sokan vannak lányok. Hát jó, mert az olyan, lehet benne házasodni, meg... Játszani fogsz? De, persze, hát ki az, aki nem játszik most? És így barátod, meg ilyesmi? Nincs. Jó, meg is értem. Mit üzensz a fiúknak innen, most elmondhatod? Hát azt üzenem, hogy eléggé szomorúak lehetnek, mert modell vagyok, és ahelyett, hogy inkább örülnének, hogy van egy ilyen ember, ahelyett inkább, hát valószínűleg nincsen soha barátnőjük, és ezért haragszanak rám. Mennyibe kerül ez a játék? Most 13 ezer ötéken, majd 15 lesz. Kaptok erre otthonról pénzt? Igazából a zseppénzemből veszem ezt meg, tehát nem kellett kölcsön kérnem a szüleimtől. Én szülőktől szereztem be a pénzt, hát... Támogatják? Nem támogatják, de sikerült őket megfűzni. Ez hogy ment? Hát hetekig zaklattam őket, amíg fel nem adták, úgyhogy sikerült, az a lényeg. Te játszol? Igen? Én.
olyan 2 éve vagy még régebben adott a kezembe egy ilyen kis papírt, hogy ezt kérem karácsonyra. És én ezt azóta őrizgettem, és akkor mondta, hogy ez most megjelent. Mit szeretsz a játékban ahhoz képest, mondjuk gondolom játszottál már más játékkal is? A hangulatát. Milyen a hangulat? Nyomasztó. És figyelj, nem érzed soknak, hogy te leszel Magyarországon az első, aki hozzájut a StarCraft 2-höz? Nem. Így van rendjük. Megérdemlem, igaz? Másodiknak is jó lenni, oké?